Az első szűk fél órában kiegyenlített volt a játék, felváltva forogtak veszélyben a kapuk, a 28. percben viszont megszerezte a vezetést a hazai csapat. Kis Lászlót könyöklés miatt kiállították, a megítélt büntetőt pedig Erős Gábor váltotta gólra. Az 50. percben tovább fogyatkozott a Balmazújváros, Pap szintén könyöklésért kapott piros lapot. A 62. percben egy szép támadás követően Lukász a 16-os vonaláról lőtt az újvárosi kapuba, megduplázza a várdai előnyt. A 79. percben ismét Lukász volt a főszereplő, cseri passzó után szerezte meg önmaga második, csapat a 3. gólját a középpályás. A 85. percben Kónya vágta fel Rajcit a 16-oson belül, így második sárgalapja után őt is kiállította a játékvezető, a 11-es pedig erős értékesítette. A hosszabbítása is maradt még egy hazai gól, a 92. percben kulcsára állítottabb az 5-0-ás végeredményt. Amire számítottam, azt kaptam a mérkőzés elején, én úgy gondolom, hogy egy jó meccs alakulhatott volna ki, egy rendkívül szervezetten játszó vendégcsapattal találtuk itt szemben magunkat, kiki meccs lehetett volna. Szerencsére olyan egyéni hibákat követtek el a vendégjátékosok, amelyek megbosszulták magukat, és hát így fiesta lett a vége. A vendégek megbízott edzője egyedül annak örülhetett, hogy csapata hátrányban sem adta fel. Tudtam, hogy a Kisvárda egy játékcsapat, egy nagyon jó támadó csapat. Gondoltunk, láttunk a hibák is, mert tisztán láttunk, hogy hol lehet felbontani az ellenfél a védelem. De hát sajnos jött azt a kiállítás, azt mondta, hogy az első fél időben teljesen partiba voltunk, akkor is, amikor kiállították, volt egy pár helyzet. Akkor is, amikor 2-0-nál is volt egy kapufát, én azt mondom, hogy a pozitív az, hogy a csapat nem adott fel, amikor kiállítottak 2-t, meg a 3. is, amikor kiállították, akkor is végig játékban maradtunk. De hát nyilván, hogy az már nagyon nehéz volt valamit tenni. A forduló további eredményei: Szeged-Zalaegerszeg 2-0, Budaörs-Siófok 1-0, Soroksárvác 2-1, Sziget-Szentmiklós-Mezőkövesd 2-2, Gyirmút-Sopron 2-1, Ajka-Dunaújváros 0-6 és Csákvár-Szolnok 2-1. A tabella élén a 27 pontos Gyirmót áll, megelőzve az egyaránt 22 pontos Budaörset és Mezőkövesdet. A 19 pontos Kisvárda a 6. helyen várja a Zalaegerszeg szombati vendégjátékát.